another visitor. Stay a while. Stay forever. Now, estét emberek itt, Naumao. Képzeljétek, milyen furcsa álmot láttam. Azt álmodtam, hogy vámpír vagyok. Micsoda balancság. Hát. Hiszen emlékszem rá, hogy végre-végre összegyűjtöttem annyi kereskedelmi előnyt, pénzt és vesztegetést, hogy meg tudjam venni ezt a csodálatos kis Breeze Home szellő otthon nevezetű házacskát itt Whiterunban, ahol már nagyon régen éldegélek és vadászatból tartottam el magam. Nem is értem, hogy miért volt ez a borzalmasan tartós álmom arról, hogy én netán esetleg egy vámpír lennék. Micsoda ostobaság. Na mindegy, hát az élet tartogat ilyen furcsa dolgokat. Ha már furcsa dolgokról beszélgetünk, írtózatosan, borzasztóan, rettentően és erőszakosan megpróbáltam kipucolni a modpacket, és már csak a csillivili hatás miatt, meg hogy a szürke szakáll küldetést képtelen voltam hibamentesen végigvinni. Indítottam egy új karaktert, akinek persze a sztori szerint megvan az összes régi memóriája, most például nem is gyanakszik arra, hogy ő nem álmodta ezt a vámpírságot, és nem is élt mindig itt, és nem is tudja, hogy milyen gyanús dolgok történnek vele, mert valaki belepiszkált a memóriájába. Ismerős dolgokat láthattok, bal felső sarokban óra, különböző dolgok, amiket el lehet érni. Lassan össze is gyűjtök valamennyit. Mit nem láttatok ebből? Például a Frostfallt. Nagyon érdekes. Amellett ugye, hogy nem vagyok vámpír, tehát ennem innom is kell, nem csak aludnom. Emellett halálra fagyhatok a vízben, és egyébként is télen, hogyha nem vigyázok magamra. Ezt valahol a Frostfallnak a könnyű és a közepes nehézségi fokozata között hajtom végre. A favágó baltának például nem roncsolódik a szerkezete, nem lehet meghalni a hideg vízben és csak úgy simán a hóban. Viszont nem olyan egyszerű meggyújtani a tüzet, és bekapcsoltam a vírt, ami egy ránézésre minél jobban burkol a páncél, annál jobban véd a hideg ellen, tehát a Conan típusú ilyen kis bőrszoknya és szegecselt bőrpántok, az például nem védene sokat. Ehhez a modhoz kapcsolódik a Hunterborn és a Skyre is elég jelentős mértékben. Ugye felraktam az Immersive Armor Weapons-t, ezt még mutattam a múltkor. Valamint itt van egy Wet and Cold nevű mod, ami főleg vizuális hatásokat a hidegre és a lélegzésre mutat. A szomszéd pedig ezt a pillanatot várta, hogy végre szombaton fúrjon. Tehát látszik a leheletem, meg hogyha vízbe lépek, szluttyog a lábam. Viszont emellett a vizuális hatások mellett elég kellemes ilyen tárgyakat lehet benne legyártani, mint például hátizsákok, hútalpak, köpenyek és többiek. Voltam a titkos hölgyben levő fürdőben, onnét jött ez a kellemes hölgy is. Valamint a követő modot, az UFO-t is lecseréltem egy másik modra. Látszik is, hogy teljesen más beszélgetési opciók vannak. Sokkal jobban tetszik a dolog, mivel külön lehet nekik hátizsákjuk és viselt holmi tartójuk. Van egy ilyen varázslat is, amivel lehetnek küldözgetni, de így beszélgetésben sokkal jobb. Megkérhetitek őket, hogy pózoljanak valahogy, és ott hagyhatjátok őket. Ezzel igaz, hogy nem 15, mint az UFO-ban, csak maximum 5 követőtök lehet. Viszont akárhol ott hagyhatjátok azokat, és megvárnak azok, akiket nem visztek el a partiba, tehát a My Home is Your Home-ot is kivettem. Valamint a lovakkal kapcsolatban is lehet még ügyködni. Ja, és pontosan megadhatjátok nekik, hogy
hogyan csatázzanak, miket használjanak, megtaníthatjátok nekik a kezetekben levő varázslatot. Nagyszerű mod az egész. Nagy várakozással nézek elé. No, nézzük, milyen küldetéseim vannak most. A jó öreg nyírt ki az ős fát azért, hogy ide a templomba jöhessenek a turisták egy genyó pengével. Ezt a küldetést a genyó pengéig fogom csak elvinni, maximum, nem írtom ki a fát. Itt van ugye a szokásos real estate, ahol lehet vásárolni dolgokat. Most ugye a Live Another Life-ba azt választottam, ugye tulajdonomban van valamelyik városban egy ház, és akkor már ugye White Run-t választottam, mert ezt ismerem. Itt van egy mod, egy kacsit girl-ről, egy kacsit lányról hallottam, aki szép. Tehát sajnálatos módon az én kacsitom attól tart, hogyha az emberek szépnek látják, akkor lehet, hogy valójában csúnya. És állítólag Riverwoodban látták, ezt a kocsmában hallottam két részektől. Valamint itt van a jó öreg Toraldo sztori, hogy a Battleborn-ok elrabolták, és most épp erre bizonyítékot kell találnom. A Tardiszos téma, ahol majd ügyelni fog arra, hogy a regenerációt ne vegyen fel. Valamint itt a MISC küldetésekben is láthatjátok a szokásos dolgokat, amiket megcsináltam. Elkezdem élni az életem, és más dolgot nem is hozott föl. Annyi, hogy a White Run-os kovácsnő az az összes olyan kis kovácsolós kérést elmondta, amit a Riverwoodi kovács szokott adni nekem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ettem, ittam, és a többi. Elmegyek vadászni, szépen átgyaloglok White Run-ba, hogy megnézzem, hogy mi van ezzel a macskalánnyal és a róla vele kapcsolatos hírekkel. Igen. Körbenézegetve. Meglehetősen üresen hely. Ők a sörről vitatkoznak. Ellenberger, tudta ön, hogy egy nyíl lebeg az ön feje fölött, uram? Jó napot! Azt mondják, hogy a kacsitok már annyira pofátlanok, hogy nappal sétálnak a faluban, mint én. Ah, csak hírek. Csak pletyka. Egy van, aki esténként jön, botorázik a szemétben. Igazán szívesen rája néznék. Éjfél körül szokott jönni, de ma este nem várnék rá. Sok figyelmet keltett. Volt már egy látogatom, valami zsoldos típus. Nem szereted a zsoldosokat, ugyebár. Ah, indeed, azaz természetesen. Egyik legjobb angol szó, vagy elv? Ah, azt mondtad, hogy fogalmat sincs, hogy miről van szó, de nem úgy tűnt, hogy hitt neked. Aha, igen, azért fel vagy te fegyverkezve. Igen, igen, én kutakodó, látogató vagyok. Üdvözlöm, uram! Esetleg majd használtam az alkimiát. Ah, amíg kitakarítok. Wheat és blister volt, azt mondja? Nem tudtam. Sajnos kicsit kevés a pénzem. Valami hírek? Aha. Lehet, hogy ez volt ez a nagy szaladás? Helgenbe küldtek őrjáratokat. Maga a generális is látták, magát a generálist is látták a területen belül. Tehát Helgenben valami érdekes történik. Itt a kisrác, aki a mágikus orgyilkosok sötét testvériségét akarta megidézni. Ezen kívül a szerelmi háromszög már lerendezte. Nobody trusts those mages way up north in their college. Gods only know what they do up there. Hát a kollégiumban varázslók valószínűleg varázslatokat terveznek. Mi más tehetnének? Ah, a kedves szomszéd, itt pedig
Én kedves követőm leveri az asztalról a dolgokat. Milyen ügyes, kedves dolog tőled. Csak így tovább. Csinálj rendetlenséget, ha ahhoz van kedved. Indeed. Hát akkor majd éjfélkor a kocsma mögött. Megint itt nagy a rohangálás. Ja, de ezek a gyerekek, wow, wow. Kutya. Itt kéne várnom éjfélig? Itt. Konkrétan itt éjfélkor várnom, vagy naplementekor. Aha. És elvileg dél van, de már is sikerült. Aha, és ott vannak. Nézzük csak. Rendben. Na. Remélem, hogy a kutya lát engem, és nem ők. Megkukkantom, mi az ott. Elég gyanús. Ez sajnos nem sikerült eltüntetnem. És minden skillemet, amint látjátok, már negyedik szintű vagyok, és minden képességemet, tanulmányomat, más néven skillemet, csak hogy később is tudjátok, hogy ez mit jelent. Ezen belül a perteket, jaj, de jó, hogy ide jöttem a blokkra. Tökre nem ezt akartam. Ide költöttem, tehát egyrészt az íjaim 10%-kal gyorsabban lőnek, 10%-kal többet sebeznek, valamint a zoomolást azt nem kapcsoltam be, tudok én célozni, de ha 3 másodpercig húzom az ilyet, még kap 15 sebzés bónuszt, és ráadásul minél messzebbről nyilazok, annál nagyobb sebzés bónuszt kapok. Most ezt próbálom ki, először csak a... Ja, de a zoom az nincsen benne. Mindenesetre látszik, hogy ott van 2 hulla, és áll fölötte 2 mercenári. És mivel a zsoldosok azok biztos nem hajlamosak semmiféle jóra, ezért megpróbáljuk őket jó messziről meglőni. Mondjuk így, ez tök jó lenne, hogyha rájuk látnék, de nem. Igen, itt. Valaki mindig ott nagyszerű. Majdnem nagyszerű. Na, talán. Nézzük, így oda megy el nyilvessző. 1, 2, 3. Na. Hát. Meg se érezte. Megpróbálok egy kicsit följebb. Ez aggaszt, hogy mindig meglát egy tehén vagy valami. És a játék az így közli velem. 1, 2, 3. Ez az! Jó, és akkor ilyenkor kell olyan cselesnek lenni. Elmész onnan. Jaj, meglátnak. Meglátnak. Ó, én nem is sebeztem meg senkit, én csak így járkálok. Na, ilyen jól lehet a meneküléssel nyerni, na. Oké. Keresnek még? Aha. Itt húrják hol. Akkor én elsunyogok erre. Kacsit filozófiáról is olvastam ám. Példának okáért, nehogy már szemtől szembe támadjuk meg az ellenséget. Ez is egy mérhetetlenül bölcs kacsit filozófia. Itt megint jön valami őrjárat. Jó. Úgy tűnik, hogy sikerült megbújnom. Na.
Így kell ügyesnek lenni. Te egy csodálatos harci tehén vagy. Így lenyomtad az ellenséget. Lutty, ez neked nem kell. Temetni azt mondjuk nem tudok, viszont... Mi ez? Ohó! Ez jó híreknek tűnik. Tehát furcsa kinézetű kacsit, nem szép nőstény. Az óra arcra emlékeztet, ó, lehet, hogy mégis ronda. Fekete haja, szőkésbarna szőre van, akkor mégse csúnya. 500 aranyat, hogyha élve elhozzák. Ennyit ér. Na nézzük. 500 aranyat pikpak össze tudok szedni. Haha, másik katona halott. Úgy. Sutty. Homorítsál, homorítsál, az jót tesz a hátadnak. Ó, Mao. Mao. Úgy néz ki, nincs sérülés rajtad. Rendben vagy? Nem kérte a segítséget. Hagyd őt békén. Hát jó. Akkor békén hagylak. És eladom a lootot. Ho-ho-ho. Mi? Egy balta? Filozófiai probléma. Szerintem vágok egy kis fát. Mivel ő is macska, és én is macska vagyok, ha nem törődök vele, akkor talán a nyomomba szegődik. Egyrészt jó taktikának tűnik, másrészt nem kell megerőltetnem magam. Na, például a hátizsák a hátamon, az a vetent koltból van. A köpeny a köpenyekből, a szörmek ucsma, az pedig a frostfalból. És most már elég sok mindent tudok kraftolni, főzőedényt is, sátrat is, tábortüzet is. Meglehetősen jó az egész. Mondjuk amíg itt délen vagyok, erre annyira nincsen szükség, most megnyomtam azt a gombot. Látjátok, plusz 20-as az exposúrom, az a lehűlés. Azaz tulajdonképpen melegen van, mivel nem mínuszban van. Na de nézzük, hát ő hozzá tud szólni a macskalányhoz, elvégre figyelte és tanulmányozta. Beszéltél ezzel a kajit lányjal? Nem, elég furcsa. De lelki furdalása nincs, tehát nem tud semmi újat mondani. Elfek. Köszi. Szép sárga szemű barátnőm. Jó. Kutya is útban van. Viszont nem szereti a kutyákat. Hey, te gyere ide, fordítok ebből. Gyere, elvesztetted a kutyusod, nagy ember? Kutyák, azok hasznosak. Nem úgy, mint a te fajtád. Láttál itt egy kacsit nőtt a környéken? Persze, persze, a szomszéd városban, ott az úton tovább, meg is mutatom merre. Megtaláljuk mi. Engedelmes lény vagy, itt van. És adott egy aranyat. Hát, viszont látlak a pokolba remélhetőleg. Ó, milyen ügyesen át tudtam mászni valaki másnak a fején. Na? Nagyszerű. Hát sajnos, esetleg ki tudom szimatolni a nyomát. Utvér férfi a kertetben arccal lefelé fekszik, te háttalálsz neki, nem veszed észre. Kiváló! Na, haló? Haló? Itt vagy. Why didn't you give her up? Miért nem mondtam meg, hogy itt vagy? Megsértették az érzéseimet. Olyan bukók voltak.
So you need to give her up otherwise. Egyébként feladtalak volna. Ugyan már, ők talmorok, magas elfek, mindenki ismeri az ő igazságukat. Minket is ők túrtak ki a sivatagba. She didn't need your help. Nem volt szükséged a segítségemre, de azért megköszönöd. Én sem a banditákkal kapcsolatban is segítettél. Egy kicsit. A little. Nem, nem, túlzol, csak egy picit segítettem. Exactly. Pontosan. And now she thinks you're interested in és most azt gondolod, hogy érdekel az, hogy ki vagy te és miért kergettek? Na, eddig jól halad a küldetés, csak egy kicsit lassan. Nézzük, hogyha nem nézek annyira rátok, az segít. Mondj el nekem mindent! De azt hiszem, ez nem igazán fog rajtam semmit se segíteni. Maximum új problémáim adódnak. Hát igen, amilyen lassan megy most a framerate. Kérdéses, hogy egyáltalán látok ebből valamit. Nem tudom elfordítani a szememet rólad, annyira szépek a szemeitek. Mind a kettő, mind a négy sárga, most látom. Nézzük, nézem a cipőorromat, az talán segíthet. Igen, igen, hogyha a cipőorromat nézem, megduplázódik a framerate, nagyszerű. Oké. Okay. De nem tud semmit sem mondani. Még a saját nevedre sem emlékszel? Legyél mondjuk szőröske. Te sem emlékszel a nevedre? Mi az, hogy te se? Tudsz még valakiről? Ki nem emlékszik a nevére? Igen, én. Nemrég tértem magamhoz, egy házikóban, ahol felébredtem, ami az enyém, White Run-ban szép nagy ház, elférnék benne többen is, és... nem akarja hallani a problémáimat. Hiszen már elbántam velük. És most az ő történetét akarom meghallgatni, nem? Persze, hogy igen, bizony! Kérlek, mondd el, mire emlékszel, és igen, hogy kerültél ide? Gyorsan futott, bokrok, ugató kutyák, utálja a kutyákat, check, nagyszerű. Őszintén bármilyen kutyát a világon, még ezt a buta kinézetű szőröset is, amit itt látott, de azok a kutyák borzalmasak voltak. Illetve borzalmasan követték a nyomát, borzalmasan használhatatlanok, borzalmasan mérges volt rájuk. Ő nem fél semmilyen borzalmastól. Azt hiszem borzalmasan igazad van. Talált valami helyet, ahol meghúzódhatott, és kb. Egy hetet töltött ott. Amíg nem volt több bugatás, aztán elment a búvóhelyről, és ment, amilyen messze tudott csak szaladni, és ideért. Szerintem én találtalak meg téged, ez nem túl sok, amit elmondtál. Másra nem emlékszel? Valami pontosabbra? Lejtett egy zacsit a búvóhelyen, aztán meg nem találta meg. Túl sok borzalmas kutya, borzalmasan sajnálja, hogy elvesztette a nyomait. A szütyőért még elmehetne körülnézni, hogyha már a kutyák nincsenek ott. Hát rendben, gyere velem. Nagyszerű. Akkor szerintem gyere velem, aztán majd a szütyődnek is utána nézünk. Nézzük csak. Nem is ezt kell megnézenem a küldetéseket. Igen. Total Recall. Láttam a filmet, meg az új filmet, de könyvben a legjobb. Nézzük, megmutatja a térképen. Aha! Tehát itt van a nagy tavakon túl. Nem soká elmegyünk oda, csak előbb elmegyek ugye Helgenbe. Meg elmegyek talán azért a mérgezőtőrért, meg a sárkánykarmat is megnézzük, és utána alig telik el 2-3 hónap, megkeressük a szütyődet is.
Na, így remélhetőleg kevésbé vagy felismerhető. Remélhetőleg egy másik. Kacsit nem érzek csupán ekkora felszerelésbe, amit a zsoldosokról húztam le.